Hát jelen pillanatban ugyanazt végezzük, amit már hosszú idő óta teszünk. Készítjük elő azokat az adományokat, amelyeket kiszállítunk a családokhoz. Ezeknek az adományoknak a jellege, ez két részből áll. Egyrészt tudunk adni a családoknak feltöltenítőszert, tisztítószert, gumikesztyűt, hát persze olyan lehetőségük, amivel mi rendelkezünk, és emellett pedig tartós élelmiszerekkel is támogatjuk a családokat, hiszen ez a vírus helyzet, ez egyrészt megijesztett nagyon sok embert, és ezért kéri, hogy támogassuk, hogy legyen bizonyos mértékű tartaléka ahhoz a kevéshez képest, amivel rendelkezik. Viszont vannak olyan családok is, közismert, akik most elveszítették a munkájukat. És őket is támogatjuk többféle módon. Tehát a segítségnyújtásunknak ez az egyik része, amit, hogyha számokba szeretnék elmondani, akkor eddig 61 településen segítettünk. Élelmiszeradományt eddig 17 tonnát szállítottunk ki a családokhoz, ez kb. 9.300.000 forint értéket jelent. 500.000 forint értékben vásároltunk fertőtlenítő, tisztítószer, 750.000 forint értékben vásároltunk védőmaszkokat, de ezekhez mi kaptunk ajándékba az Országos Karitász Központtól is. És elsősorban legjobban azokon a családokon tudunk segíteni, akik olyan településen laknak, ahol vannak karitás csoportjaink, hiszen ők az önkénteseink elvállalják, hogy a családokhoz kiviszik az adományokat, de nagyon sok olyan településen is tudtunk segíteni, ahol az önkormányzat kért tőlünk segítséget, és ők vállalták, hogyha elviszük az adományt, akkor a családokhoz el fogják juttatni. A segítségünknek a másik formája az a krízis segélyprogram, amit már 2012 óta végzünk. Ez egy anyagi segítségnyújtás azon családoknak, akik egzisztenciálisan krízis helyzetbe kerültek. Például nem tudja kiváltani a gyógyszerét, mert alacsony a nyugdíja, vagy valamilyen káreset történt, csőtörés, vagy ne adj Isten lakáskríz, és újra kell kezdeni az életét. Vagy egyszerűen valamilyen okból kifolyólag a családi büdzsé az mélyre szalad, és nem tudják például kifizetni az energiaszolgáltatóknak a rezsinek a díját. Ezeket a tevékenységeket most is végezzük, teljesen online formában, ez az online munkánknak az egyik része. A másik, amit most végzünk, itt látszik a háttérben, ezt nem lehet online módon végezni, itt tonnákat mozgatunk meg, tehát eddig 17 tonna élelmiszert kellett megmozgatni legalább 9 alkalommal, hogy a családokhoz eljuthasson. Honnét van, nekünk anyagi bázisunk és pénzünk, mi ezekre a munkákra, tehát az élelmiszer vásárlásra, a tisztítószer, maszk vásárlása, illetve a különböző krízissegélyrezsi támogatásokra, a fenntartóktól, az egri ilyesekségtől kapunk egyházi segítségnyújtást. Ezt a hangsúlyozom, hogy akkor megkérdezik, hogy hol van a katolikus egyház a nehéz helyzetben. Itt van, és anyagilag is segítséget nyújt, és mi a Caritas, mint a katolikus egyház hivatalos segélyszervezete tesszük a jót, és segítjük azokat a családokat, akik nehéz helyzetbe kerültek.